Az 1992-ben alakult Krarusz Kft. Főprofilja a gépjárművekben és a megújuló energiát hasznosító hűtő-fűtő rendszerekben használatos folyadékok fejlesztése, gyártása és értékesítése. Törekvésük, hogy nyugat-európai színvonalú, de a hazai árszinthez igazodó minőségi alapanyagokból készítsék el termékeiket. Alapos teszteléssel alátámasztott kutatási eredményeiket tükrözi, hogy a legnagyobb autógyárak, mint a Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen és az Opel használják prémium termékeiket. Gyártás technológiájuk nem csak a kor technológiai követelményeinek felel meg, de környezettudatosság is jellemzi. Termékeiket a legkevesebb káros anyag kibocsátás mellett állítják elő, a legmagasabb újrahasznosítás szellemében. Kapacitásuk lehetővé teszi a saját termékek előállításán túl a bérgyártást is partnereik részére. Vevőik maximális elégedettségére törekedve versenyképes árakon biztosítanak kiváló minőségű termékeket a megbízhatóság, rugalmasság és pontosság jegyében. Cég elődjét még a 80-as évek környékén alakította a nagybátyám, aki vegyészmérnökként kezdett el ebbe a üzletágba dolgozni és fejleszteni. Munkámhoz, vezetésemhez köthető változás az, hogy míg a kezdeti, mondjuk úgy, hogy egy-két termékes cégből egy jelentős termékportfólióra, tehát egy olyan termékcsaládra épített üzletágra gondoltam, ahol ha neked egy autód van, annak biztos, hogy ami a különböző folyadék, arra biztos, hogy szüksége lesz. És ezeket szisztematikusan kezdtük lépésről lépésre fejleszteni. Mióta gépjárművek, robbanó motoros gépjárművek vannak a világon, azóta ezeknek a hőelvezetését meg kell oldani. Ugye ez mai napig is három megoldás van erre. Van a folyadékhűtés, a direkt léghűtés és az indirekt léghűtés. De a legősibb hűtéstechnika szerintem az a folyadékhűtés, meg minél nagyobb teljesítményű motorokat, robbanó motorokat gyártottunk, vagy gyárt az emberiség, annál hatékonyabb hőelvezetés kell a motorba, hiszen a motorból el kell venni a hőt valahova máshova, hogy túlhevülés ugye megszűnjön. Na most erre a legjobb az a folyadékhűtés, a leghatékonyabb a mai napig is. Amikor a cég indult 30 évvel ezelőtt, az biztos, hogy jó lóra tett. Tehát ez a mai napig, akár merre is reformálódik az autóipar, tehát jönnek most az elektromos autók, a hibrid autók, teljes elektromos autók, azokban szintén kell hűtőfolyadék, tehát még mindig nem áldozik le a mi égiszünk igazából, mert még mindig a leghatékonyabb hűtés az a folyadékhűtés. Az elmúlt években fejlődtünk talán a legtöbbet a cégünk pályafutása alatt. Új gyártási és új értékesítési stratégiát vezettünk be. Ennek köszönhetően új piacokat találtunk meg, illetve új kapcsolatokat építettünk, vagy a régi kapcsolatokat fűztük szorosabbra, azáltal, hogy mondjuk sokkal széles spektrumban tudunk termékeket kínálni az adott iparágnak. Minden glikol alapanyag adott volt az autóiparnak köszönhetően a cégnél, így azt gondolták, hogy miért ne lehetne az épületgépészetben is megvetni a lábunkat, vagy fejleszteni hasznos folyadékokat. Kicsit több, mint 10 éve van jelen ez a cég életében. Akkor indultak az első fejlesztések, ami most arra már számtalan termékben alakot öltött. A fejlesztések sosem állnak meg egyébként, mindig végzünk piackutatásokat, és mindig nézzük azt, hogy hol lehet még felhasználási célt találni a glikolokkal kapcsolatban. Így találtunk rá tulajdonképpen az ipari felhasználási jellegű dolgokra, illetve lehetőségekre, és ez irányú fejlesztéseket is, és külön klímatisztítási fejlesztéseket is végeztünk az elmúlt pár évben. Felmerült egy piaci igény klímatisztító és fertőtlenítő folyadékra. Konkrétan olyan elvárást fogalmaztak meg velünk szemben, hogy legyen ez egy magyar termék, ennek egyszerűen eleget teszünk természetesen, viszont legyen ez egy magyar NNK által minősített, Nemzeti Népegészségügyi Hivatal által minősített baktericid-virucid termék, amivel klímát lehet tisztítani és fertőtleníteni. Megvalósítottuk ezt a terméket, egyébként tavaly dobtuk piacra. Ősszel nem tudott akkorát robbanni, de idén tavasszal kimondottan nagy kereslet mutatkozott rá. Ezzel a lehetőséggel éltünk is, a visszajelzések kimondottan pozitívak. Tulajdonképpen annyit érdemes tudni a termékről, hogy kétfajta alkohol összetétele az alapanyag, ez összesen 24%.
egyébként még detergenseket és biocidokat tartalmaz. Egyik a tisztító, szennyoldó és szennyhordó feladatokat látja el a tisztítás során, a biocidok pedig a baktericid és virucid hatást fejtik ki tulajdonképpen. Kimondottan gyorsan egyébként a virucid hatást, általában a piacon lévő szerek fél óra, egy óra alatt fejtik ki hatásukat, ez negyed óra alatt megtörténik a mi termékünk esetében. Egy terméket elegendő tehát használni, ez egy kombinált szer a tisztításhoz és a fertőtlenítéshez, ami gyakorlatiassá és gyorsá teszi a munkát. A dolgozó egy klímatisztítás során nem használ több terméket, nem kell lemászni és fölvinni újra a klímához, tulajdonképpen gyorsan, hatékonyan dolgozik, és a végén még öblíteni sem szükséges. Ami nagy segítség, és ezzel elkerülhető az összes korrózió-oxidációs folyamat. Elsősorban gyártó cégnek mondanám magunkat, illetve gyártó és kereskedő cég, hiszen a termékeket, amiket gyártunk, azt el kell adnunk, nem indirekt módon, hanem meg kell keresni azt a kereskedői hálózatot, azt a viszonteladói hálózatot, aki a mi termékeinket értékesítik azoknak a végfelhasználóknak, akiknek szánjuk gyakorlatilag az autótulajdonosoknak. Több iparágat is képviselünk, tehát több szektorban is ott vagyunk ezzel a vegyi termékekkel, nem csak az autóiparban, hanem a gépiparban is. Itt említeném a forgácsolóipart szintén, ezek a nagy teljesítményű forgácsológépek folyadékhűtéssel működnek, tehát erre is kínálunk mi megoldást. Tulajdonképpen a termékeinkkel mindenféle igénynek meg tudunk jelenleg felelni. Az épületgépész szegmensen belül minden jellegű épületet, illetve abban alkalmazott technológiát ki tudunk szolgálni, amennyiben folyadékot igényel. És tulajdonképpen így nem teszünk különbséget, ahol az épületgépészet lehetővé teszi a glikol felhasználást, vagy arra igény van, arra mi tudunk megoldást kínálni, és azt ki is szolgáljuk. Ilyen módon szinte mindenféle, illetve többféle jellegű ügyféllel állunk kapcsolatban. Az, hogy az épületgépészettől eltérően az iparban is részt tudunk venni ezekkel a termékekkel, az szintén nagyon fontos, de ott nem épületgépészeti, ipari felhasználásról beszélünk, hanem technológiai felhasználásról. Gondolok itt hatalmas szerszámok temperálásáról, hűtéséről, fűtéséről, ahol például megoldott egy vízzel történő hűtés, de az olyan korrozív oxidációs folyamatokat indít meg egy szerszám rendszerében, ami hatalmas karbantartási igényt szül, és ez tulajdonképpen nagy feladat, ismétlődő feladat, hosszantartó karbantartási művelet, így gyakorlatilag drága. Ha ez mind elkerülhető egy ipari szegmensben, akkor azzal ők megtakarítottak. A különleges vevői igényeket is képesek vagyunk a rugalmasságunkból adódóan teljesíteni. A kiszereléseket fél literestől akár az 1000 literes IBC tartályos kiszerelésig tudjuk vállalni, határidőre vagy akár határidőn belül is. Jelentős termékfejlesztéseink vannak, és gyártunk, forgalmazunk különböző szerviztechnikai adalékanyagokat. Szélvédő mosóink a szezonalitásnak megfelelően készülnek nyári kivitelbe, illetve téli kivitelbe is. A téli szélvédő mosó folyadéknál szintén igazodunk a vevői igényekhez, vagy a megrendelői igényekhez. Gyártunk készrekevert terméket, amit nem szükséges keverni, illetve gyártunk olyan terméket, ami tovább higítható egy bizonyos koncentrációig, szintén eleget tesz a téli követelményeknek. Ritkán jönnek egyedi ötletek az eszünkbe, leginkább a szoros piaci jelenlétünknek köszönhető az, hogy ha valamilyen új technológiai fejlesztés belép, akár a gépiparba, akár az épületgépészetbe, akár az autóiparba, mi ezt nagyon gyorsan reflektálunk rá. Mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Veszprémben van a Vegyipari Egyetem, ami egy nagyon jelentős központja az itt az országban tanuló vegyészeknél, és ezért sokkal könnyebb jó vegyész kapcsolatokra szert tennünk, illetve arra az együttműködés sok adott volt, hogy az egyetem különböző fejlesztéseihez be tudunk kapcsolódni, vagy segítséget tudunk kérni. Természetesen van saját laboratóriumunk, de ezeknek végesek a kutatási körülményei, és ezeknél jön az, hogy akkor bízzunk meg külsős labor vagy vegyész kollégát, aki majd ezt elvégzi. Én a piacon találkozok egy igénnyel, arról bővebben kikérdezem azt a szemét, akinél ez felmerült ez az igény.
hogyha pontosan meg tudja határozni, hogy mi az, ami szükségeltetik, ami segíteni az ő munkáját, a termelését és az egyéb prioritást élvező céljait, azok elindítanak már egy gondolatsort, tulajdonképpen vizsgáljuk a piaci igényben rejlő potenciálokat, és ha az kereskedelmileg indokolt, akkor egyeztetünk a vegyészeinkkel, akik javaslatot tesznek a fejlesztéssel kapcsolatban, és elindul tulajdonképpen egy kémiai fejlesztési egyeztetési folyamat. Napjainkban egyre nagyobb az elvárás az energia megtakarítással szemben, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztésekkel szemben, hiszen innovatív módon fejlődnek ezek a berendezések, és egyre több a megújuló energia, a megújuló technológia. Ilyen módon mi is fejlesztünk a folyadékainkhoz. Ezeket a folyadékokat lehet ezekben a rendszerekben alkalmazni. Ez lehet egy hőszivattyús rendszer, egy geotermikus fűtés, akár napkollektor egyébként. A Krarusz Kft. Partnerei között megtalálhatóak nagykereskedők, kiskereskedők, szervizek, közintézmények. Kiemelt és legnagyobb volumenben vásárló nagykereskedői közé tartozik többek között a Bárdi Autó, az Unix, az FMK, a Lang és a Homasita. 3 éve pedig sikeresen indulnak a Posta, a Honvédség és a MÁV Cargo tenderein. Nem vagyunk nagy multivállalat, tehát kis manufakturális családi cégként dolgozunk, viszont mégis jelentős piaci szerepet töltünk be ezekbe a szektorokba az ország területén. A legnagyobb ügyfelek az ipari ügyfelek, illetve azok a kivitelezők, akik valamilyen céllal, valamilyen megrendelőnek beépítik ezeket az épületgépész termékeket, berendezéseket, és abba biztosítják a folyadékot. Ők a legnagyobb vevőink, a felhasználóink véleményem szerint. Cégünk most már az idejében betöltötte a 30. születésnapját, gyakorlatilag a Krarusszal való kapcsolatunk onnan eredeztethető. A fuvarozási tevékenységünk folytatásához nélkülözhetetlen volt olyan beszállítók megtalálása, akikkel folyamatos kapcsolatot tudtunk kiépíteni. Elsősorban akkoriban a fagyálló folyadék beszerzésére irányult ez a kapcsolat a Krarusz Kft.-vel. Az akkori kornak megfelelő szintű fagyálló folyadékot tudtak nekünk biztosítani, bevizsgált minőségben. Jelenlegi kapcsolatunk a Krarusz Kft.-vel 3 fő termékcsoportra terjed ki. Az ablakmosó folyadék, ebbe téli és nyári üzemi körülményeknek megfelelő minőséget tud szállítani a Krarusz. Fagyálló folyadék beszerzése szintén folyamatos, már a kezdetektől fogva. Illetve a 3. termékcsoport az AdBlue folyadék beszerzése, ami az utóbbi 10 évben nagyon fontos eleme lett a fuvarozási tevékenységnek. Az Euro 5, illetve Euro 6-os normákat, környezetvédelmi normákat ezzel a folyadékkal lehet biztosítani. Márka független szervizünk több mint 10 éve van kapcsolatban Krarusz Kft.-vel. Szervizünkbe igyekszünk az ügyfeleinket teljes mértékben kiszolgálni, jó minőségű termékekkel és a megfelelő szervizgárdával. Elsősorban a DPF tisztító rendszerével vagyunk megelégedve, amit nagyon szívesen ajánlunk tovább partnereinknek is. Egyes francia autókhoz már különleges fagyállót kell tennünk az autóba, ezt a Krarusz Kft.-vel együtt fejlesztettük ki, aminek a neve a Glyphonic Yellow nevű folyadék. A Krarusz Kft. Vállalja továbbá különböző folyadékok kiszerelését fél litertől 220 literig. A hozott vagy az általuk gyártott folyadékot, olaj, fagyálló, szélvédőmosó a különböző megrendelői igények szerint edényzetbe, kannába töltik, címkézik és készre csomagolják. Vannak olyan fűtési rendszerek, amelyek különleges hőcserélőket tartalmaznak, ezért fontos a korrózióval szembeni védelmük és a baktériummentes hűtőközek kialakítása. Ezért gyártanak kifejezetten ezeknek a kritériumoknak megfelelő fagyálló hőközlő folyadékot. A megrendelő igényeinek megfelelően még a folyadék dermedés pontját is beállítják. Az elmúlt években a gyártáson felül nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a saját termékeink széleskörű értékesítésére. Új kereskedelmi hálózatokat, új lehetőségeket kívánunk kapcsolni a cégünkhöz, ezzel népszerűsíteni a már amúgy is jó minőségi és országos szinten ismert márkaneveinket. Ha választhatnék és mehetnék, az mondjuk a gyógyszeripar, az élelmiszeriparba is, illetve azt is ki tudnám így emelni, de abban már elindultunk,
talán köszönhető ez a legutóbbi fejlesztéseinknek is, ahol olyan nem mérgező környezetbarát glikolokat fejlesztettünk, amik élelmiszeripari certifikációkkal rendelkeznek, ezeket vizsgálták, minősítették és javasoljuk ezekbe a közegekbe. Így tulajdonképpen ebben az irányban már elindultunk, de ez nekem mindenképpen egy cél irány, egy jó irány, és talán ezt követhetné a gyógyszeripar. Nagy mérföldkő a cég életében, hogy most már katalányon foglalkozik a külpiaci feladatokkal. Ez alatt azt értem, hogy a környező országokban a megfelelő partnereket igyekszik megtalálni. Ebbe nem csak a piackutatás tartozik bele, hanem esetenként maga az üzletkötés, illetve az ahhoz tartozó elő- és utómunkák is. Szerencsés dolognak tartom, hogy ahogy én, mint második generáció tudtam a cég alapjait tovább építeni, a lányomat, Katát szintén ebbe az irányba tudok rá támaszkodni, és ővelek közösen tovább tudjuk majd építeni a cégnek a jövőjét. Számomra a legnagyobb kihívás ennél a cégnél az az, hogy ugye Magyarországon nagyon sok partnerünk van, de szeretnénk terjeszkedni külföldre, főleg Magyarországgal határos országok, például Horvátországgal, Szlovákia, Szlovénia, és hogy az ott meglévő cégekkel felvenni a kapcsolatot, és hogy hozzájuk is a termékeinket el tudjuk juttatni az ott lévő emberekhez. Úgy gondolom, hogy ugyanaz a külföldi értékesítésnél a sikerünknek a záloga, mint ami a magyarországit is jellemzi. Tehát mi egy olyan közép-kisméretű cég vagyunk, aki rugalmasan tud a konkrét egyedi vevő igényeknek is. Az egyedibe gondolok arra, hogy nem személy szerint, hanem egy-egy kereskedőnek az igényére, kereskedő hálózat igényére, hogy neki pontosan milyen típusú termékkel, és nem kettőből kell választania, hogy ezt vagy ezt, hanem amit ő szeretne. Gondolok itt akár a termék minősége, koncentrátuma, valamilyen fizikai tulajdonsága, kiszerelési mérték, színe, címke, bármilyen kupakkal vagy egyéb szállítási móddal kapcsolatos elképzeléseire. Ugye minden ország más, mindenhol máshogy működnek a piaci dolgok, és az igaz, hogy ezek a termékeket, amiket mi is forgalmazunk, ott is megtalálhatóak, de teljesen máshogy tudunk arra a piacra, az adott országhoz például beépülni. Tehát, hogy azzal, hogy nagyon sokat utazom ugye apával, meg most már nélküle is, azzal, hogy feltérképezzem, hogy ott mi hogyan működik, hogyan tudunk hozzájuk becsatlakozni, vagy melléjük lépni, számomra ez egy ilyen nagyon nehéz dolog. Kétféleképpen szokott történni az új cégekkel való kapcsolatteremtésünk. Ennek az egyik része az, hogy vagy már egy meglévő cégnél, akivel már kapcsolatban állunk, neki a lányvállalata, illetve a másik az, hogy ez az én munkám főleg, hogy keresgélek az interneten, az adott országban, ahova éppen szeretnénk terjeszkedni, vagy ami szimpatikus nekünk, és ott találok egy jó üzletet, akkor nekik írok egy árajánlatot, és így. Ez az ismertség generál egy következő lehetőséget, hogy a piacon, a helyi piacokon, tehát a kinti piacokon, ha már kint van a termékünk, megkereshetjük a kisebb vagy más kereskedelmi pontokat, és azokon a pontokon tovább tudjuk a terméket népszerűsíteni, és újabb piacokat tudunk erre teremteni. Magyarországon kívül jelenleg nagyon minimális a külföldi kapcsolatunk, ezt szeretnénk fejleszteni, és legalább olyan volumenűbe szeretnénk tartani a külföldi kapcsolatokat, mint a magyarországit. Elsősorban Magyarország környező országait szeretnénk megcélozni, mint például Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Románia. Nálunk úgy adódik egy feladat, hogy van egy adott termék a piacon, tessék, itt van. Mibe tudsz ennél jobbat csinálni? Mitől jobb egy vevő szempontjából a termék? Legyen azonos vagy jobb a minőség, legyen a ára, tehát a következő kérdés rögtön ez az ár legyen kedvezőbb, és nyújtson olyan stabil megoldást, garancia, szállítási készség, tehát ugye nekem első vevőm a kereskedő, és a kereskedőn keresztül meg a végfelhasználó, tehát legyen annyira stabil, annyira precíz és jó, és a reklamáció kezelésünk, ami azt mondja, hogy köszönöm szépen, váltok. Tehát három dologra kell mindig fókuszálnunk, hogy ne legyen minőségi probléma, és ha van, akkor ne érezd úgy, hogy
sakmat helyzetbe kerültél, kész, ki vagy szolgáltatva. Tehát nekünk a leglényegesebb az, hogy visszatérő vevőink legyenek. Visszatérő, visszatérő, visszatérő. Ezért kell megdolgoznunk.